általános iskolába itt jártam Forrófalván, de csak 7 osztályig, mert a 8. Székelyudvarhelyen jártam, hogy tanuljak meg magyarul, mert nekem a nagytatám meg a nagymamám nagyon szeretik a magyar nyelvet, és nem csak a magyar nyelvet, hanem Antal is van, meg Antal Róza, tiszta magyar név, meg én is a nagymamámnak a nevét hordom is. Ezt akartam, hogy ez legyen a legnagyobb öröm a nagymamámnak is. Sikerült nagyjából. A 8. osztályba elmentem Székelyudvarhelyen, ott még egy évet jártam, aztán felvételiztem magyar iskolába, tanítóképzőbe is, nagyjából sikerült. És itt Csángóföldön nem sikerült elhelyezkedni, nincs még szükség magyar tanítóra? Hát úgy látszik, hogy nem kell senkinek magyar tanító, de lehet, hogy majd, nem tudom, Klézsébe esetleg, de itt Forrófalván biztos nem, mert többség román, nem a többség, pedig az egész katolikus, római katolikus, de nem tudom, sokkal inkább az öregek még beszélnek itt magyarul. És itt Forrófalván és Klézsén sem tanulnak a gyerekek magyarul az iskolában? Még nem tudom. Lehet Klézsében, van, úgy tudom én, hogy van Klézsében egy ember, melyik tanítja, de úgy csak 10 gyerek van, melyik jár, úgyhogy egy-két óra magyarul, de az is nem hagyják, nem tudom. Tudnak magyarul, nem mondhatom, mert sok dolgozik Magyarországon is, ezért tudnak, de nem beszélnek, mert nem tudom, itt az egész inkább románul is, ezért elmaradt a magyar nyelv, de itt a családokban van, az öregek inkább magyarul, úgy csángóson beszélnek, de a fiatalok inkább románul. Csángó magyar, mivé lettél csángó magyar? Ágról szakad madár vagy te, elvetekve, elfeledve. Egy pusztába telepettél, melyet országnak neveztél, de se országot, se hozzád, csak az Úristen gondol rád. Idegen nyelvbe varít nyom, olasz popocskák nyakadon, nem tudsz énekelni, gyűni, anyád nyelven imádkozni. Úristenünk, hova leszünk, gyermekeink s mind elveszünk, melyet apáink bőrítte, elpusztítják szép nyelvünket. Halljunk mi a Magyarország, Úristenünk, te is megáll, hogy rajtunk könyörögjenek, s elveszni ne engedjenek. Mert mi is magyarok vagyunk, még Ázsiából szakadtunk. Úristenünk, sorson segíts, magyar nyelvet el ne veszítsd. Tehát, hogy mondjak románul, de magyarul Bogdan falu, hogy mondjak. És kik élnek itt a faluban? Hát sok mondók vannak katolikusok is, vannak ortodoxok is, sok vannak. Hát katolikok nincs angol. Hájd a fiam beszéltál itt, hájd el, szörnyem. Hájd a legényem, hájd beszélgettál itt magyarul. Román nyelv. Románul tanulnak az iskolában, és nálunk nem tanulják a magyar nyelv. És magyarul hol tanultál meg? Hon? Anyámtól. És írni, olvasni tud magyarul? Nem. Tud olvasni. Olvasni tudod, de írni nem. Kavasz.
csak mennyit kaptunk, mit is az öregekkel. Olvasni annyit tudunk, mennyit kaptunk az öregekkel, mit is csak. Szeretne tanulni magyarul, tudná-e tanulni az iskolába? Tehát van-e itt Csángóföldön erre lehetőség? Hát az iskolába, itt nálunk iskola nem volt. Az 50-es években volt Lészpeden, tehát délen volt egy két iskola is, tanítóképző is volt Bátorban. Aztán megszüntették. Dézs idejében még. Azután nem szabad. Akármit előír a törvény, az alkotmány, az nem számít. Az órákon kívül akartunk tanítani gyerekeket. Pont ahogy leírja a törvény, nem engedik. Nem engedik, félelmítik, jönnek Bukarestből, jönnek a rendőrséggel, bekeveredtek a papok ebbe. Fenyegetések, stb. Nem lehet. Ilyen megkezdte 90-ben az ilyesmit Szabófalván, és nem engedte. Mintha hazaárulott, úgy bántak el. Minden össze-vissza, minden újságban beírtak, támadtak, mit kiközösítettek. Senki se beszélt velem, a kollégáink közül. A rokonok is üldöztek a falon. Mondom, mintha más világból jött lenne valaki, olyan ellenségnek tekintettek. Lehetőség lenne, mert a gyerekek érdekeltek ebben. Sokan mennek munkát keresni Magyarországra. Ha felkeresnek, én segítek nekik. Könyvet is tudok adni nekik, és soknak adtam, és tanulják. De magának adtam. De ha mondjuk legálisan megengedi a minisztérium, náluk vannak, akik Magyarországon végeztek. Végezték a tanulmányokat. Igazán nem ismerik el a diplomát, de a nyelvet ismerik, tudnak tanítani a gyerekek. Kirike cseresnya gömbörödik el a valahajahó. Menilinka gömbörödik a nalinka, pirosodik a jarhó. Máfoga melitke tartáiba halogatik, ezirtiba hajjalhom. Se zirtiba, se jobabo, karti rúzsa, viragjabo hajjalhom. Máfoga me zökröm szárbat, felszakta me kartem állját hajjalhom. Hogy na nínye gyalog bodzó, lapja fele, karti rúzsó hajjalho. Karti rúzsó virágodzal, lászim nám, hajlokodzal hajjalho. Mát utánom, hajlokodzal, soho mák sem hazasodol hajjalho. Már akarnom hazasodni, nem akarnok liantodni, hajjalho. Mint azt mondják, kicsi vagyok, de én attól friss vagyok, hajjalho. Ez a templom, ez nem összedült, nem a földrengés miatt ment tönkre? Nem a földrengés, nem.
a régiség miatt, ugye, hogy a falu megnőtt, nagyobb falu volt, ugye megnőtt, sok nép volt, és akkor csináltunk egy új templomot. Akkor a régit le kellett voltani. És mikor épült ez az új templom? Most a 73-ban megkezdődött, és most a 88-ban annyira, hogy tetszik meg régit. És itt a templomban magyarul mikor beszéltek utoljára? Magyarul beszéltek a 40 épült, állé a 80-ig. Most a többet álló titva, nem szabad. És mostanában sem? Tehát egyszer sincs magyar mise? Nincs. Egy keresztes embernek mondjam. Igen. Nem, már úgy van, állom. És a papot hogy hívják? Az a parok, hogy mondjuk mi a plébánius. Igen. Marian, Fekete Marian. Igen. És a segítség itten, akkor Kötje Antal. Ők tudnának magyarul, hogyha kéne. A Kötje Antal a segítség tud, de a Marian nem. Nem. És mikor kell majd harangoznia? Nehol, most jegyeznek. Most rettem kell jegyezni. Gyúl fel a villany, és akkor kell jegyezni. Melyik villany gyúlik föl? Itten is. Melyik van az a nagy villany, nagy körtet. Aha, megnéz. Igen. Csángóságnak a sorsát azt pecsételte meg, hogy valahogy a Kárpát-medencén kívül sem nyugatra, sem keletre nem érvényesült. Az a másságot elfogadó, a kis népeknek a saját kultúráját elismerő szemlélet, ami a Magyar Királyságnak talán Európában kiemelkedő módon sajátja volt. Ugye tudjuk, hogy a 1096-tól 1116-ig tartó első esztergomi zsinatban kimondja a magyar egyház, minden templomban, ugye a rítus az latin nyelvű volt, de a tanítást, a leckét, az evangéliumot és a fő imádságokat, valamint a prédikációt azon a nyelven kell elmondani, amilyen nyelven a templomban ülők értenek. Ez a nyelvi kisebbségeknek, a Árpád-házi királyoktól kezdve tálnak. Egyébként a esztergomi zsinat így fogalmaz, hogy megtartjuk azt a rendet. Tehát már hagyományra hivatkozik, elég egyébként Pilgrim is erről a tudósítást, mely a 1960-as években, tehát ennek hagyománya volt. Ez a Kárpátokon kívül nem érvényesült. A propaganda de fide alá rendelt és a magyar egyházi vezetéstől elszakított moldvai csángóságnak idegen papjai voltak. Elsősorban olaszok, akik erre vállalkoztak, és hát ahogy mindig szokott lenni, az ilyen veszélyes, kalandos vállalkozással, vagy szentek, vagy gazemberek, akik erre vállalkoztak. A román nyelv közelebb volt az olaszhoz, könnyebben megtanulták, inkább románul beszéltek, és őt mai napig megtiltják azt, hogy egyébként magyar anyanyelvi falvakban, a templomban magyarul imádkozzanak, magyarul énekeljenek. Ez máig megoldatlan probléma. Ma a csángóság küzd még az anyanyelvének a elismertetéséért. Egyenlőre a legnagyobb akadálya az, hogy a templomban sem énekelhet és imádkozhat magyarul. Az egyház, amely különben mindig toleranciát tanúsított, és különösen a magyar egyház a Kárpátokon belül, ott az románosításnak az egyik fő eszköze. Leghűségesebb kiszolgálói azok a papok, akik csángó származásúak, de a Jasi szemináriumban arra tanítják őket, hogy az ördög nyelve, a pokol nyelve, a magyar, a román nyelv, az a római katolikus egyháznak a nyelve. A moldvai csángók már a 17. században is panaszkodtak, hogy a ferences szerzetesek nem a moldvai magyarok közül kerültek ki, hanem Róma legtöbbször olaszokat, máskor dalmátokat és bosnyákokat küldött Moldvába, akik nem beszéltek magyarul.
Ahogy 1646-ban a jászvásári katolikusok gyűlésén elmondták, az olasz misszionáriusok nagyon szívesen meghallgatják a gyónást akár magyarul, akár románul, ám bár egy szó nem sok, annyit sem értenek belőle. Mások tolmáccsal gyóntattak, ami feltétlenül hatékonyabb módszer volt, bár a gyónási titokkal nehezen összeegyeztethető. Ezért amikor 1646-ban a vizitáló érsek a tatrosi csángókhoz egy olasz szerzetest akart küldeni, azok zajongva tiltakoztak. Ne csavargó szerzetest, hanem saját nyelvünkön szóló papot rendeljen ide, aki minket és gyerekeinket a saját nyelvünkön oktathat. Mégis a moldvai magyarok meg nem szűnő reménnyel könyörögnek anyanyelvükön prédikáló papokért. Kis dolgot kérünk csupán, írták a lészpedi katolikusok az 1970-es évek elején, amit nagyon könnyen megadhatnának minden pénzbeli költség nélkül, testvéri és emberbaráti szeretettel, magyar anyanyelvet a templomban. De a magyar nyelv kiveszett a templomból, és így mondhatják, hogy nincs Moldvában magyar nyelv. A moldvai csángó magyarok újra és újra hallatják hangjukat, ám segélykiáltásaik egyre gyöngülnek. Mit szólt ahhoz, hogy a fia pap lesz? Mit szóltam? Mit az Isten adott? És nem fétette, mikor Magyarországra ment tanulni? Nem. Anáinkkel ment a Kologorba, hamarabb. Osztó ment oda. Magyarország. És melyik városba? Nem tudja? Nem. Pécsre, ugye? Ön még nem járt kint Magyarországon? Nem. Nem ment volna ki szívesen a fiát meglátogatni? Nem kortok elvinni, szóztolja. Nem semmi, mert én elvartam ide haza. Igen. Ha. De azért büszke a fiára, hogy pap lett, nem? Az Istennek ez akaratja. Ilyen felneváltam őket, szóval, hogy már gondolták ők magukat. És hány gyermeke van önnek? Nekem? Igen. 8. Bravo, jó kordzal. Hajj. Magyarul nem tanultunk. De akkor nem volt úgy, akkor tanultunk négy klasszat. Addig elértünk szíma, jó Isten, még meddig adja, addig még menünk elé. Úgy, mert nem tudjuk az élőnapot, nem tudjuk. Azt olyan.